Na, sziasztok! Ismét egy érdekes hírre bukkantam. Ugye van ez az Erzsébet utalvány, ami 10.000 forint értékbe kerül. Viszont, ugye ez 10.000 forint helyett ennyibe fog kerülni, ami azért is érdekes, mert ez a tipikus fideszes hozzáállás, ugye, hogy adunk is, és zsebbe is teszünk is. Mi került 10.000 forintos utalványban 15.000 forintba? Ez egy jó kérdés, még csak azért is, mert hogy erre még azt sem tudta a választ, aki ebből illetékes lenne. Itt van egy rövidke bejátszás, nézzük meg! Nem tudta megmondani az adóügyi államtitkár, hogy miért kerülnek az államnak darabonként 15.000 forintba a nyugdíjasoknak szánt 10.000 forintnyi Erzsébet utalványok. A kormány ajándékát állami hivatalnokok viszik el a nyugdíjasoknak még karácsony előtt. 2.700.000 idős kap így az utalványból. A miniszterelnökség szerint erre összesen 42 milliárd forintot szánnak, ami azt jelenti, hogy a 10.000 forintnyi utalvány mellett még további több mint 5.000 forintba kerül a nyugdíjasoknak szánt gesztus. Pont. De miért is? Ez egy jó kérdés, halljuk a választ. Tálai András a Hír TV kérdésére nem tudta megmagyarázni, mire megy a plusz 5.000 forint. Sőt, azt is elképzelhetőnek tartotta, hogy 15.000 forintot kapnak az idősek. Nem tartja soknak, hogy a 10.000-es ajándék végül 15.000-be kerüljön majd? Jó kérdés. Válasz az érdekes lesz. Nem tartom soknak, mert a magyar gazdaság teljesítménye lehetővé teszi a költségvetési bevitelek, hogy akár a 10.000 forintot, akár a 15.000 forintot tudja finanszírozni az állam. És egy olyan kérdésem lenne, hogy ha ezt tudja finanszírozni az állam, akkor melyik nyugdíjas fog kapni ebből úgy, hogy azért az arányosan jó is legyen, mert azért van sok nyugdíjas, aki tényleg keményen dolgozott, és megkapja azt a rokkantsági nyugdíját, ami hát talán még 50.000 forint sincs szerintem havonta. Ugyanakkor vannak a nyugdíjasok, akik világéletükben alig dolgoztak, kényelmes munkahelyük volt, és ők kapnak egy ilyen 200.000 forintos nyugdíjat, vagy még többet is. Ők is megkapják ezt? Szerintem igen. Egyébként ugye korábban azt mondták, hogy azért nem a Magyar Posta kézbesít, mert az drága. Ez a megoldás nem drága? Már melyik? Az, hogy 10 helyett 15.000-be kerül majd. Nem arról szól, hogy ez drága, hanem az, hogy ezt az emberek kapják, és az embereknek lesz ezzel több, jobb. Tehát itt nem arról szól a dolog, nem azt kell vizsgálni, hogy gondolom, hogy valami költséges vagy nem költséges. Hát hogyha egyszer tudja az állam biztosítani és az állami költségvetés, úgyhogy ez nem okoz finanszírozási problémát, akkor miért ne adhatná a kormány oda? Akkor miért nem adhatná a kormány oda? Hallgassuk már még egyszer. Az állam biztosítani és az állami költségvetés, úgyhogy ez nem okoz finanszírozási problémát, akkor miért ne adhatná a kormány oda? Akkor miért nem adhatná a kormány oda? Na még egyszer? Ha egyszer tudja az állam biztosítani és az állami költségvetés, úgyhogy ez nem okoz finanszírozási problémát, akkor miért ne adhatná a kormány oda? No, hát akkor miért nem adhatná oda? Hát például azért, mert az a pénz, az csak jó lenne másra is. Hát ne bár, ne. Közben az Indexnek a Nemzetgazdasági Minisztérium elmagyarázta, miért számol rá a kormány darabonként plusz 5.000 forintot az utalványokra. Halljuk a hiteles választ. Ezt az összeget adóként teszi az állam egyik zsebéből a másikba. A juttatás után ugyanis személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást is kell fizetni. Tehát 10.000 forint után 5.000 forintos adó van. Az elég érdekes. Mert tovább a videó. Káosztól tart az MSZP az Erzsébet utalványok kiszállításánál. Gúr Nándor, a párt alelnöke azt mondta, tisztességtelen, hogy a kormányhivatalokat postásként alkalmazzák karácsony előtt. Szerintem viszont nem. A kormányhivatalokban dolgoznak elegen, dolgoznak elég jó pénzért ahhoz, hogy egy picit mozogjanak és kimenjenek vidékre, és kiosztogassák az utalványokat. Szerintem kicsit éjj bele magukat a postások munkájába, hogy hóban, fagyban, esőben azért a kevés pénzért nap mint nap mennek és viszik a leveleket háztól és postától házig.
Ráadásul sokkal költségesebb, hogy az utalványokat személyesen adják át a nyugdíjasoknak. Az a baj, hogy sokkal költségesebb módon jut ez az emberekhez, mint hogyha egyszerűen a posta kapott volna megbízást. A posta, ha Egy kérdésem lenne, hogy ez költséges megoldás lenne, akkor az Orbán Viktor által generált, meg az összes párt által generált szavazólapot, meg ilyen nyavajákat, miért a postások viszik ki, miért nem ők maguk viszik háztól házig? Ez egy jó kérdés. Képeim nem csalnak meg, 482 forintért juttatta volna célba ezeket a 10.000 forintos Erzsébet utalványokat. Ha az emléképpen másik része sem csal meg, akkor 42 milliárd forintot különítettek el arra vonatkozóan, hogy ez... 42 milliárd forint. 42 milliárd forint, és ugye mennyi is volt? 2,7 millió nyugdíjas. Itt valami nagyon nem stimmel. Számoljunk utána. Most más úton érjen célba. A 2,7 millió Erzsébet utalvány 482 forinttal történő célba juttatása az olyan másfél milliárd forint. A 42 milliárd, ennek meg durván a 30-szorosa. Nem tudta megmondani. Na, tehát itt a lényeg. Itt megint ki fog jól járni a Fidesz közeli emberkék, mert gondolom, ők fogják kivinni az utalványokat, és ők fogják bezsebelni a jó kis jattot utánuk. De mindegy, én nem mondok semmit, ez csak egy szabad véleménynyilvánítás. Akit érdekel, az utána számol, akit nem érdekel, az nem számol utána. Én viszont köszönöm a figyelmet. Sziasztok!